A megmérettetésre a vármegye egész területéről közel 20 iskolából csak nem 130 diák nevezett. Mivel szigorú témamegkötés nem volt, a repertoár színes volt, hiszen irodalmunk hemzseg a természettel foglalkozó líráktól. A versenynek a célja, mint ahogy a neve is mutatja, egy kicsit a természet közelségét közelebb hozni a gyerekekhez, a természet szépségére, a természet védelmére is felhívni a figyelmet. Azt gondolom, számos olyan kiváló költő van, számos olyan nagyszerű vers született az elmúlt sok-sok évben és sok-sok évtizedben, amelyből mindenki megtalálhatja a saját életkorának, saját tehetségének illő verset, illetve vers részletet. 4 korcsoportban érkeztek hozzánk a gyerekek, ugye általános iskoláról beszélünk, az első, második osztályosok, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, illetve hetedik, nyolcadik osztályos gyerekek alkotnak egy-egy csoportot. 3 kiváló szakmai zsűri fogja értékelni ezeket a költeményeket. Igazából nincs konkrétabban meghatározva téma, mint a természet szeretete, a természet ismerete. Én azt gondolom, hogy az előző évek tapasztalatai alapján ebben az évben is egy kiváló színvonalú és egy nagyon izgalmas vetélkedőre kerülhet sor, vetélkedésre pontosabban szóval. És továbbra is az a szándékunk, hogy ezekkel a műsorokkal, programokkal is színesítsük kulturális központunk kínálatát. A zsűri szigorú volt ugyan, de igazságos. Objektív és szubjektív szempontok is szerepet játszottak az ítéletek megalkotásában. Mint azt Csötönyi László a zsűri elnöke elmondta, általában 3 szempont szerint értékelnek és pontoznak. Figyelembe veszik a versválasztást, hogy a versenyző korának és egyéniségének megfelelő verset választottak-e, a versnek hosszát és irodalmi értékét is. Meg is láttak ott egy ingerlő csalétket, amely a parton ülő horgászban ért véget. Bekapom, ez finom falak, mondta volna a víz alatt a ponty. Figyelik tovább a művészi beszédet, technikai eszközöket, mint például az artikulációt, a légzés technikát vagy a hangsúlyozást. Izgatott fák halk morajra keltek, harangvirágok összecsilingeltek, és egyszerre feldalolt minden madár. Anyár! Harmadrészt pedig a művészi teljesítményt is értékelik, tehát a kisugárzást, a természetességet és a nonverbális eszközök használatát. És persze van egy szubjektív része is, hiszen mégiscsak művészi teljesítmény. Ebbe beletartozhat az is, hogy milyen a kislány vagy a kisfiú kiállása, milyen az, vagy mekkora az a művészi hatás, amit éppenséggel ő képvisel. És így áll össze tulajdonképpen egy egészséges elegy, amelyet követően majd a zsűritársakkal megbirkózva kialakítjuk a közös a végső eredményt. A versenyzők hosszas felkészülés után állhattak a közönség és a zsűri elé, a tapsviharok és a bírák elismerő pillantásai, biztató szavai minden nehézségért kárpótolták őket. Hári Míra, Vörös Sándor az Éjszaka csodái című versével készült. A város végig csupa szürkeház, a részegekre angyalka vigyáz. S a villanyfényben, mint aranykehelyben, alusznak a tűzfalak, háztetők. S a sorompon túl éven színlepelben, zizegnek a láthatatlan mezők. A messzeség öblén pár pisla fényég, mögöttük nyugodt mélység a sötétség. Ha becézésem és csókom se kell, kicsi lány, mivel ringassalak el? Ha elzár tőlem a butalakat, lesajnál majd minket a víradat. Igazából sokat készültem erre a versmondó versenyre, nagyon izgultam, hogy mekkora lesz a közönség, meg hogy jól fogom elmondani a verset, és hát igazából ennyi. Dr. Hollós László születésének 150. évfordulóján a jubileumi emlékév keretében Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése posztumusz Szekszárd város díszpolgárává avatta. Játszott a náda széllel és derűvel, s hazaindultam nádi hegedűvel. A Szekszárdi Települési Értéktárbizottság 2016-ban dr. Hollós László gombakutató életművét kulturális örökség kategóriába felvette a Szekszárdi Települési Értéktárba, ezt követően a Tolna megyei Értéktárbizottság is döntött a Tolna megyei Értéktárba történő felvételéről.